Hello mindenkinek, ez itt a Jack X végigjátszásának legújabb fejezete, amelyben ugye most megcsináltuk a vörös kupát, és most jön a második kupa, a zöld Eco kupa, ami ugye már a második osztályú járgányokról van szó, és akkor most szépen haladunk ugyanúgy, mint ahogy a vörös kupánál, ezért lesz az, hogy ugyanúgy selejtezőig jutok, aztán elődöntőig és végül a kupával zárom le a zöld Eco kupának a fejezetét. Úgyhogy most a fejezet arról szól, hogy egészen eljutunk a selejtezőig. Na, kezdjük! Ugyanazokon a tereken fogunk játszani, csak új pályák lesznek föloldva. Ráadásul új pályákon fogunk játszani, mint például a Spargus City-nél most egy új pálya nyílt meg, a Beachfront Drive. Nézzük itt milyen. Back in the wasteland, Jack. Circuit race. Spargus City and the canyon. Use any jumps to your advantage. Remember, getting air means getting speed boosts. Watch out for rocks and other obstacles. You want to win this race, you need to keep your car clean and screaming. Jó, tehát egy átlagos versenyről lesz szó. Itt már annyi van, hogy kövekre is kell vigyázni, vagy a kéra mond. Tehát akik beszélnek a pályák előtt, ennél a résznél, ott mindig vannak ilyen hintek, ilyen tippek, hogy például itt a köveknél kell vigyázni, meg hát egy szokásos dolgok. Tehát például, hogy vannak ugratók, amiken a hang time, az a levegőben tart, a kocsi levegőben tartása való idő, azzal is lehet ugye a speedet is növelni. Na. És akkor... Ugye két kocsink is van, ugye a Hammerhead, hogy az a tankos, illetve a Street Grinder a mostani kocsink, és elvileg most ezzel fogok tovább haladni, mivel ez a második kategóriához tartozik. Kipróbáljuk, ha nem, akkor megyek vissza a Roadblade-hez, de inkább most tartom magamat az új kocsival. Úgyhogy nyomjuk! A taktika ugyanaz, nem változik. Csak a pálya lett más. Két kör szokásos illően, és az új ellenfelekkel. És új kocsival. Azaz! Ismét egy tökéletes kezdés. Köszik! Alig jöttem vissza, már el akartak kapni. Na, Edge visszatért. Na, visszakaptam a izét. Aj, Pacemaker! Sziget leszettem. Sötét pajzs. Ó, most szik kapta. Ó, ketten is beleléptek. Mekkora kill tömegek. Mit pánikolsz, hát pajzs volt rajtad. A kiborgot elkaptam. Szóval visszaszereztem a Darkot, ki tudja meddig. Damn! Ah, nem tudtam bevetni, ez valami új cucc volt. És biztos vagyok, hogy elvesztettem. Köszönöm, Szig, rohadjál meg! Megint köd, akkor dupla köd egymás után. Annyira messze vagyok tőle, nem tudom elkapni. Na most igen! Mi ez a csúszkálás, öcsém? Ah, damn it!
Lehet, hogy visszaváltak a Roadblade-re, ki tudja. Felvettem a pajzsot még időben. És még csak most csináltuk meg az első kört. Há igen, ez jó nagy pálya egyébként. Kösz egy. Mindegy, legalább az én pacemakerem megmaradt. Azt még tartogatom. Mi ez a csúszkálás, öcsém? Hát ez a kerék, ez valami borzasztó. Jó, sok izélés után. Na, most jól jön. Az a baj, hogy nem nagyon megyek rá a ízékre. Damn! Turbóról kérem rámenni, de nagyon. Ah! Azaz! Jó, Ashlyn-t elkaptam. Jaj, a tapató korongó. Aj, te szemét! Gyerünk! Azaz! Na gyerünk, gyomjad! Persze, minden alkalommal Signe belénk kell hatolnia. Ne. Egy szív most. Most legyen jó. Ó, ez megvan, és megvan, ennyi volt. Hú. Kicsit elzsebadt az ujjam. Igen, mert nagyon ilyen fogószerűen fogom a joystickot, és nem átlagosan, mert hogy a vizuálisoknak. A hüvelykujjam az X-en van, a középső ugyan pedig az R2-n, amivel turbozok folyamatosan. És hogy a jobb mutató ugyan pedig az R1-en, amivel lövök. 10.318. Tökéletes. Illetve... A bal kezemben semmi probléma nincs, mivel L1-en a bal mutató ujjam, amivel a hátsó lövedékeket nyomom, illetve kanyarodok a bal stickkel, a bal hüvelykemmel. Beachfront Drive... Most már exhibition módban is már játszható. You're facing a Grand Prix qualifier, Jack. In addition to season standings, you must earn a gold medal in each qualifying race in order to be invited to the big Grand Prix event. Lehet, hogy a vörös kupánál olyan sok medált gyűjtöttem össze, hogy már most érhető el a zöld kupa selejtező, ami egyben artifact rész és aréna mód. Gyerekek, nem most van a fejezet vége, szóval egy kicsit azért több lesz. Milyen gyorsan végződne a selejtező. Bocsánat, erre iszom. Szóval, ja, nem most lesz a fejezet vége, hanem haladunk tovább, akkor majd a második felezetne. Igen, ha ez van, hogyha 100%-osan kivittük a vörösek kupáját,
akkor nyilvánvaló gyorsabban kerül elő a selejtező. Hát gyerekek, mivel artifact részről van szó, nyilván arra gondolok, hogy aha, nem is tudok kocsit választani, mivel ez osztályon belüli, úgyhogy kénytelen vagyok a Street Grinderrel foglalkoznom. A Hammerheadet azt inkább az akcióra hagyom, de mostanában a Roadblade-et is arénákra szoktam használni, úgyhogy inkább a Speedre megyek rá, mivel most izé van, Artifact Race. Ugye azt meg tudjuk, hogy hogy működik, 10 000, hát max az armorra teszek rá, mert az kicsit olyan, most nagyjából balanszolva vagyunk, még az engine-re kell még rátennem, a csúcssebességre, azt mondta, hogy csak 14 000-ért, úgyhogy, ja igen, elfelejtettem izé grindolni, majd lesz majd egy olyan rész, amikor így grindolok, és akkor ugye ezt a kis 4000 helyet majd ilyen 10 000-et vagy több ezeret fogtok majd látni, de most még nem jutottam el odáig, mert nagyon sok mindent csináltam. De egyszer megtörténik majd ez a csoda! És mint a most mutatnák be az artifact részt, mintha eddig nem csináltam volna meg. De már tudjuk, hiszen aki az én végigjátszásomat követi, az már nagyjából az összes részt tudja. Képek az előző részből, a harmadik részből, ez meg a második részből volt egy kicsit, de Jack X-es ruhában van. De ugyanilyesmit lehetett elképzelni a második részben. Van egy kis szerelmi háromszög. Megy a rivalizálás rendesen itt is. Na, Artifact Race is on. Látom, vannak lyukak? Vagy az csak üveg? Mindegy, 5 perc alatt 25 pontot összegyűjteni, szóval 25 artifaktot kell összegyűjteni. Ja igen! Figyelni kéne a pályát is. Ez így rohadtul nem jó. Nagyon is menni kéne a pályát. Ez így reménytelen. Hoppá! Azaz! Végre az enyém ez első. Mármint magamnak első. Szik, takarodjanak! Tim! Wastelander coming through! Crash and burn! Turn and burn! Mik ezek a randomizálások? Na, az már az enyém. Bye bye. Na, hát tudok ugrani. Csak ilyen piciket nem tudok. Azaz! No. De mindenhol itt kell lennetek! Ez is persze, meg fönt kell lenniük. Gyerünk! Szig mindjárt megnyeri. Most nem, 25 a határ, bocsánat. Jó, akkor a bal oldali az egyéb! Jó, bekomózik a napcsillag is. Nem! Istenem! Nem, ez egy nagyon gáscsi.
És jól látom, hogy a piros az több pontot ér. Edge, te rohadék! De... Miért kellett elenni a vízzel? Miért kellett vizet ide kitalálni? Ah! Vedd fel! Aha! Látom, tehát a piros a két pontot érnek, a zöld egy pontot. Jó, ezt így most így utólag észrevettem. Kösz. És itt van mögöttem, hogy képes ide rolt? Ezek a random spawnolások egyszerűen katasztrófák. Na, még csak az kellett volna, hogy ne essek, beessek a vízbe. A bagoly mondja. Ez egy, ez annyira hülye, hogy fel se veszi. Ja, mert itt van fönt, és így már begyűjti. Úgy van, akadjak be ebbe a fosba, amíg sérüljek is, vagy 25-ször. Vegyük fel ezeket a fosokat. Na! Szív, te rohadék! Nem igaz! Na, ott egy bónusz pontos! Az most az enyém! Shift, ne legyél már ekkora köcsög! Nem, mert ez az! Vissza! És ugorj! Nem, most miért pattasz vissza, te idióta barom! Szig, rohadjál meg az anyád úristenedet! Miért szereztél még egy pontot, rohadjál meg keresztbe? Vani? Nem szóltam. Akkor döntetlen így az állás, így hát első helyezésem vagyok, tökéletes. 11543. Oké. Hú. Jó, és elsőre meg lett. Na, erre varrad a gombot. Waterfront Loop. Új pálya. A Crest City-ben. Oké. Lesz még Desert Arena, ez egy új aréna. Canyon Run, ez egy új pálya, részpálya, Badland Sanctuary, ez is új pálya, ez meg egy újabb aréna, a Wasteland Isle. Na nézzük új Crest City-k, illetve maga Crest City, az amely már többször ott voltam, akkor a Waterfront Loop az, ami most oldódott föl, nézzük a Crest City-t, mi van itt. Turbo Dash, tökéletes! Ja. Speed Grinder. Nézzük, balanszoljuk egy kicsikét. Azt mondja, nem tudok semmit. A turbóra mennék rá. Hogy turbó, oké, és akkor hagyjuk így. És akkor tényleg menjünk rá az engine-re, mert ez a kanyarodás, ez egy kicsit gáscsi. És egy gáz. Hú, ezeket a szavakat ne használjon. 3 perc. Azaz! Ez eddig tökéletes. Ó, visszanyalt eslinkém a fagylaltocska. Hát még egy kicsit korai volt ez. De nem baj, itt nem az a lényeg, hogy elsőként legyél, hanem úgy legyél első, hogy több pontot összegyűjteni. Azért nem kéne pontosan a hátam mögött lenni! Get out of the way. Tess.
Azért vegyünk már föl valamit, nem? Most még kell az emelkedőkre ráraknak. Mindegy. Ott, ott van! Tehát szakadjál meg pont 92%-nál! Mindegy, én végig vezetek, az még jó. Vezetek és vezetek. Mi volt ez? Mi volt ez? Kösz! Nagyon köszi! Ó, oh, de szép volt! Na, ennyi. 26 ponttal ez a kiborg, ez nagyon akar nyerni. De hát, a kedvencem is az volt, amikor a izénél kezdtük, ugye, amit csináltuk a világkupát, ugye, ő az egyetlen, aki soha nem veszített. Már alapból utolsónak nyerte meg az első pályát, aztán a második és a harmadik pályától már a másodikra vetette magát, szóval ergo vesztett, nem nyert. Jó, második hely, de vesztett. Úgyhogy ennyit erről. Na, a következő versennyel már be is gyűjtöttük, föl is tudjuk emelni a csúcssebességét a kocsinak. Új arany medálért cserébe Cressity Turbo Dash-t miatt Spargus Ceramic Front Fender, tehát hogy az első lapokra tudunk újdonságot rakni, vagyis hát átváltoztatni. A Grand Prix már gyorsan meg is lett. Nézzük csak mennyi kell. Aha, ott valami ilyen 30 valamennyi volt, azért lehetett gyorsabban elérni. 34 meg 50. 34-50. Most összeszámoljuk, 60, azt nem értem akkor, nem értem. Vagy alapból ergo kevesebb medáliért cserébe már be lehetett gyűjteni? Tehát 3, 6, tehát már 6, nem. 3 medáliért már felett tudtam oldani a izét. A selejtezőt. Hát a 3 medáliát már fel tudtam oldani a selejtezőt, úgyhogy akkor lehet, hogy az összes pályát meg kell csinálnom, hogy meglegyen a második selejtező, illetve a bajnokság. Nagyon nem értem ezt a pontszámozást, de mindegy. Waterfront Loop, következő. Azt mondja... Time challenge, Jézusom! Ebben nem kérek. Jó, nem mondom, a következő fejlesztésre megyek rá, ugye a csúcssebességre. Jaj. Itt nem az van, hogy az mindig termelődnek a fagyasztók, hogy azt tudjuk. És elrontottam a kezdést, nagyon örülök magamnak. Eléggé nagy a hitboxa. Még sebesség nélkül alacsonyan is el tudtam kapni. Úgy van, semmit ne vegyél össze! Na ezért után a Freeze Rally az számomra egy agyhalál. Tehát, hogy valaki megkérdezné, hogy melyik a kedvenc versenymódom. A Deathmatch. A drum nyírogatós Death Race. És a legutáltabb játékmód a Freeze Rally.
Meg ugye látom, hogy ez a pálya, ez a Waterfront Loop, ez nem más, mint a dokkoló pálya és Crest City mini pályának az ötvözete, mert ugye ezek a pályák így össze vannak izélve. Úgy van, elrontottam a loopot. Hogy van? Van még egy percem kb. Fú, ez a street grind... Most már értem, miért grindol a streetem. Mert annyira csúszik, annyira driftel, még akkor is, ha csak egy picit kanyarodok, egyszerűen borzasztó. Pedig nem is nyomom a négyzetet. Úgy van, megint ne vegyél fel semmit. Meg ne próbálj felvenni. Mert akkor Istenre rácsapok a kezedre. Van, ne vegyed fel! Hú, de rosszul vagy a kettő, komolyan. Azt se vedd fel. Ah, 10 másodperc. Rohadtul nincs meg. Vedd fel, mondjuk azt a... Ne vedd fel. Ne vedd fel. Ne vedd fel. Úgy van, ne vedd fel. Mi ez? Mi ez? Hát alig mentem neki a falnak! Undorító! Undorító! Na kezdjük erről. Ha még egyszer nem veszek föl semmit, instant újrakezdés az egészből. Mi ez? Mi ez? Mi ez? Miért tapadok a falhoz? Miért tapadok a falhoz? És megint miért nem veszem fel az anyam vagy 2 másodperces fagyasztót? Rohadjál meg! Nope. De... Miért? Nope. Miért? Miért? Miért csinálok ilyen lupo, ilyen drifteléseket korán? Á! Az anyádat, azba, semmit ne vegyél föl! Rohadjál meg! Nope. Nem veszed fel azt a cseszett ötöst, hát mi a bajod van azzal az ötössel? Mi van, ragályos leszel és elkapod a koronavírus? Hát mi a tökön van bajod van vele? Aj, már megint elrontja ezt a gurulást. Mi az Isten bajod van már? Á! Mert van, koronavírusos lett a kocsi, ja, igen. Aktuális poén, ami rohadtul nem aktuális. És ne legyen téma, könyörgöm. Mi, most miért csúszol? Miért csúszol? Ha? Miért csúszol? Hülye vagy? Borzasztó ez a kocsi, borzasztó. Azonnal kérek egy másikat. Az a fel se vegyed. És megint rossz utat váltottam. Mindegy, legalább legyen meg 1.40, meg lesz. Ha nem rontom el a kanyart, úgy van. Ne is vegyél föl semmit, jó van. Jó, ez megvan. Jó, hála Istennek. Jézusom, hányszor kellett újrakezdeni, vagy 6-szor, 8-szor? Azon majd nem tudom visszanézni. De 39 perce megy a videó felvétel, úgyhogy nyilvánvaló, hogy ezt többször kellett kezdeni. Hú, de elzsibadt a hüvelykújjam. Jesszusom. Ilyen még soha nem volt. Annyira nyomom az X betűt. Ő is versenyezni akar. Az életét felkockáztatni ezért. Az apja meg nem engedi. De az nem volt veszélyes, amikor bekerültek egy idősíkba, egy időviharba. Az nem volt veszélyes. You can't protect me forever. Someday I'll show you. Not today you won't. No racing. That's final. I can't risk losing my little girl. I'm not your little girl anymore. You'll see. Hey, you okay? Yeah, I'm fine. I'm always fine. Look, you boys have what it takes to win out there. Thanks, baby. I meant the car. It's a beaut. Free-floating VGS. Oh.
26 superheaders, channel lock universal weapons cage. Ez nem a, ez egy ilyen hibrid a harmadik rész kocsiaiból. És ez Kira új kocsia. Szóval ezzel csak annyit akarok mondani ezzel a cutscene-nel, hogy Kira lesz az új versenyző. Vagy új ellenfél. I'll see to it your vehicle's in tip-top shape. Make repairs after races and make sure yours is the best purring vehicle on the circuit. And Jack, we'll talk about nice later.